Az előjáró elmondta, a pályázatok benyújtásának végleges határideje június 29-én déli 12 óra olyan a kategóriáként nyilvántartó műemléképületek felújítására lehet pályázni, amelyek kereskedelmi hasznot nem termelnek a tulajdonosnak. Jogi személyiséggel bíró civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek egyaránt pályázhatnak. Hozzáfűzte az önrész nem feltétele a pályázati kiírásnak. A támogatási kérések elbírálásakor ugyanakkor előnt jelent, ha a tulajdonos saját forrásait is beveti műemléképülete felújítására. Bartiti Amir ugyanakkor úgy vélte, nagyon könnyű benyújtani a pályázatot, mert mindössze egy háromoldalas űrlapot kell ehhez kitölteni. A megyei tanács munkatársai igény esetén segítenek a pályázatok benyújtásában kevésbé jártas műemléképület tulajdonosnak egy nagyon könnyű pályázati kirásról beszélünk, van egy három oldalas formanyomtatványt, amit ki, amit ki kell tölteni, emellett szükséges természetesen a tulajdon bizonyító akta a telekkönyv, a fizetésről, a jövedelemről egy igazolás, hogy lehessen látni, hogy ő önmagában nem tudná felújítani ezt az épületet, hiszen ne talán nyugdíjas vagy van egy fizetése, tehát nem kereskedelmi célra használja az épületet, ez nagyon fontos és banki iratok, tehát hogy milyen számára kell utalódjon az összeg, tehát ilyen papírokra van szükség, tehát egyszerű, könnyen összeszedhető, összegyűjthető papírokról beszélünk, és nagyon fontos, hogy abban az esetben lehet, tehet le valaki pályázatot, ha közcélra használja az ingatlant, az épületet, vagy magán célra, tehát kereskedelmi célra semmiképp a törvény tiltja a kereskedelmi célra használt felületeknek a felújítását ebből a programból. Ráadásul viszonylag kevés hivatalos dokumentum bemutatása is elég. Elsősorban az ingatlan tulajdonjogát tisztázó telekönyvi kivonatra van szükség, továbbá azt kell még igazolniuk a pályázóknak, hogy nincs tartozásuk, illetve nem akkora jövedelmük, hogy önerőmből is fel tudják újítani az épületet. A megyei tanács alelnöke szerint ezeket az iratokat rövid idő alatt is be lehet szerezni. A tavaly 25 pályázatot támogattunk, többnyire egyházi ingatlanok, de voltak magánszemélyek tulajdonában levő műemléképületek felújítása is. Amit nagyon fontosnak tartunk, hogy 29 ig tehát e hónap végéig 29-ig 12 óráig lehet letenni a pályázatokat. Keressék bátran a megyei tanács irodáit, a udvarhelyszéken, gyergyószéken, marosévizen, vagy Csíkszeredában a megyei tanácsnál a, a műemlékvédelmi irodát. Itt udvaigazítást adunk mindenkinek, aki műemlék épület tulajdonos, és szeretne pályázatot letenni. Nagyon fontos, hogy a tulajdon jogát bizonyítandó akta, vagyis a telekönyv birtokában legyen az, aki szeretne pályázni. Nincs önrész a pályázati kiírásnál, de amennyiben önrészt tud felmutatni valaki, akkor az pontozásnál előnyt jelenthet. Ami még fontos az az, hogy sok esetben több részre vannak feloszva a pályázatok a műemlék épületek tulajdonosa szempontjából, tehát hogy van, aki első évben például a tanulmányokra pályázik, következő évben tervek elkészítésére, harmadik évben például felújításra, bárki jöhet, keresett bennünket és útbaigazítást adunk, hiszen ezen pályázatokon keresztül szebbé tehetjük a, a környezetünket, turisztikai szempontból uh, is szebb környezetünk lesz, értékmegőrzés szempontjából is nagyon fontos, de több pozitív példa van, amikor az általunk finanszírozott uh, tervek elkészítése után Európai Uniós pályázatokat adtak le és nyertek. Uh, egyházak Hargita megyében, úgyhogy mindenképp egy értékes programról beszélünk, és arra bátorítunk minél több szemét, akinek műemléképület van a tulajdonában, hogy keressen bennünket, hogy segítsünk abban, hogy minél szebbé tegyük a környezetünket. A megyei tanács alelnöke elmondta, 25 pályázatot finanszírozott tavaly a megyei tanács, már akkor többen jelezték, hogy ha tudtak volna a lehetőségről, akkor pályáztak volna. Egyébként a pályázatok 80-90 százalékát az egyházak nyújtották be. Barti a Hargita népe kérésére elmondta, azért is van ez így, mert a magántulajdonosok kevésbé érdeklődnek a lehetőség iránt, ennek pedig részben az is az oka, hogy külföldön élnek. Hozzátette, célszerű először hatástanulmány elkészítésére, majd tervezésre pályázni, és csak azután a kivitelezésre. Mint részletezte, volt már példa, hogy egy egyházközség sikeresen pályázott a műemléképület tervezésére a megyénél, majd a test birtokában sikerült uniós pályázati alapokból forrást szereznie a kivitelezésre is.